egészségünkre. Kedves nézőink, az az igazság, hogy amikor ehhez a műsorblokkhoz jutunk, azért már jócskán tele van az agyunk, egy kicsit ültünk is sokat, de mégis ez az a műsor, amivel leginkább használunk önmagunknak. És hogy ma miről beszélünk? Szív és energia. Hát azt hiszem, hogy ez igencsak fontos. Szeretettel üdvözlöm Éliás Tibor természetgyógyászt, aki el is mondja nekünk, hogy mi van ezzel az energiával? Hát azt tudja, hogy mi van az energiával, akinek van energiája. De van egy bizonyos réteg, sajnos teljesen mindegy, hogy hány éves, hogy elvész az energia nagyon gyorsan. És erről nem tehet senki más, csupán az, akinek elmegy az energiája. Mert lehet pótolni. Sőt, lehet előállítani. Na, ezek érdekes dolgok. Beszéljünk erről? Így van, beszélgessünk. Kit érdekel? Mindenkit. Jaj, bocsánat. Mindenki. Elnézést, gyerekszáj. Szóval én nekem, mert mindig megkérdezik, hogy és én mit használok, ami minden nap biztos, hogy belém kerül, soroljam. A reggel a probiotikum, mert az emésztéshez, meg egyáltalán a termékek feldolgozásához elengedhetetlenül szükséges, csak nem mindegy, hogy melyik, milyen minőség. Tehát ezt a kedves néző, vásárló honnan tudja, rá van írva valami, és akkor mennyivel tud többet, hogy mi van ráírva. Hogy mi van benne, az egy másik kérdés, és hogy ez milyen minőségben van benne. De most nem a probiotikumról beszélünk, ez egy ajándékrész volt. A legfontosabb nekem olyan 10 óra körül, hogy egy bizonyos port beleszórok a számba, ami tényleg a szív és az érrendszer, valamint az energia, hát karbantartását, megfiatalítását, meglökését, mondhatok rengeteg szinten. Akkor ez nem hintőport. Nem, de hintem az igét, hogy ez mindenkinek nagyon jót tesz. Beszéljünk akkor egy kicsit erről a bizonyos porról, mert ennek azért elég sok összetevője van, és csinálja nekünk a jót. Esetleg a benne levő vitaminok, ásványi anyagok. Igen, hát azt gondolom, hogy már nagyon sokan tudják, hogy mi az, hogy koenzim Q10. Na most, aki régen hall engem, mindig hallja tőlem azt, hogy igen, de nem mindegy, hogy milyen. Ugye tetszenek is mondani, ember, csak nem mindegy, hogy milyen. Ugye ránézésre nem mindig állapítjuk hát meg. Én úgy tudom, hogy a koenzim Q10 az egy olyan enzim, ami bizony sokba kerül, tehát nagyon kevés termékben van mennyiség belőle. És minőség. És akkor erre mondhatjuk, hogy ez viszont gazdag ebben? Abszolút. Aki régen ismer, az tudja, hogy nekem a minőség az a legeslegfontosabb. Anyu szokta mondani gyerekkoromban, hogy kisfiam, nem vagyunk olyan gazdagok, hogy drága, hogy olcsó cipőt vegyünk. Tudnék, az olcsó cipő gyorsan tönkre megy, egy szezon maximum, a drága cipő az viszont 3-4 szezont kibírt nálam, pedig focistának képezett apukám. Mert rendes gyerek volt. Nem, én rúgtam a labdát, ameddig a térdeim bírták. Szóval a minőség az azért nagyon fontos, mert azért 25 év tapasztalat után menem bátran kijelenteni, hogy olyan termékek, amelyek agyon vannak reklámozva, vagy csinadrattával, hogy ez most a legújabb, stb. Nem, nekem nem a legújabb kell, nekem a legjobb kell. És van egy nagyon érdekes dolog, hogy az embernek a bizalmát egyszer lehet elveszíteni. És vannak cégek, akik sajnos nem számít. Majd kihozunk egy másik terméket, ott eljátszok ugyanezt egy másik néven. Én letettem a garast bizonyos termékeknél, amiket használok. A családban és a barátaim között nagyon-nagyon beváltak. Nagyon jó visszajelzéseket kapok önöktől, és ezért nem tágítok. Tehát, egyébként nagyon fontos, mert szinte bombázzák önöket. Pontosan. Akár a Facebookon, akár interneten, a legkülönbözőbb, utána járhatatlan dolgokkal, aminél még jó, ha nem mérgező. De jó, hogy ezt mondtad. Ma hívott fel valaki, nem akartam erről beszélni, meg hát név nélkül mondom, és akkor így, de névtelefonszám fölírva,
nem akarok az életének rosszat, de ő az Artemis színint ajánlotta, és egy daganatos betegnek. Most nem tudom, hogy nem tudja, vagy tudatosan nem mondta, vagy elfelejtette, de például egy daganatos betegnek, ha nem adok hozzá vasat, akkor majdhogy nem ártok. Tudnék, nem tudom, most nem erről akartunk beszélni, de ha nem, már... Nem, ez csak egy rövid kitérő. Ezt nem lehet elégszer mondani, drágáim, hogy pontosan és szépen, ahogy a csillag megy az égen. Tehát itt is pontosan be kell tartani, mert ember életekről van szó, és ha pláne egy daganatosnál, az úgy működik, hogy a daganatnak a legfontosabb tápanyaga a vas. A szervezetünkből, a vérből és mindenfelől elszipkázza a vasat a sejtbe, amelyben benne van a daganat kezdemény. És ez a kezdemény azzal táplálkozik, és azzal hízlalja meg magát, meg a testvéreket, meg a többit, míg végül szépottan is elterjed a szervezetbe, hogy megszívja magát a vassal. De honnan szedjen vasat? Az előbb említettem, vérből, különböző testrészekből, attól függően, hogy hol van maga a daganat. Na most mit csinál a Anua? Az meg utálja a vasat. És bekerülve a szervezetbe, azonnal megkeresi, hogy hol van vas, neki arra szétroncsolja. És kiszedi azt, ami van. És de azok a sejtek, illetve tumorsejtek, igen, végül is, azok a sejtek még nincsenek készen arra, hogy egy önálló életet éljenek, ezért felrobbantják azokat a tumorkezdeményekben gazdag sejteket, és azok elpusztulnak. Kérem szépen, óriási dolog, nem tudom, ezt nem bánom, hogy erről beszélünk, mert ez a legfontosabb, amit az Anuáról tudni kell, hogy gyakorlatilag ugyanazt csinálja, mint a kemoterápia vagy a sugárterápia, de nem természetellenes módon, az nagyon sok embernek az életét mentette meg, én nem mondom azt, hogy ne ez legyen, de legyen egy alternatíva, egy megelőző fázis, amikor még az orvos azt mondja, hogy hát jó, akkor próbáljuk meg, de ha nem megy, akkor jön a műtét. De az csak egyszer lehet. És ha ez elpusztítja a sejteket úgy, hogy az, bármint a tumorsejteket, hogy az egészségeseket nem bántja, akkor kérdezem én, hogy miért nem használjuk gyakrabban adott esetben? Vagy miért nem használjuk mind a kettőt? Na, ez egy fontos kitérő volt, köszönjük megyünk neked. Megyünk tovább. És menjünk vissza a Q10-re, amiről tudjuk, hogy hát a sejtek másolódása, az új sejtek születésének egyik fontos motorja. Igen. Tehát a szervezet az energiáját több mindenből szerzi, elsősorban az élelmiszerből, meg azok a hozzáadott vitaminok, hát az ásvány is hozzájárul, de nem annyira. Tehát azokat a élelmiszereket és zöldséget, gyümölcsöt, stb., aki sokat eszik, annak több az energiája, ugye? De aki nem tud hozzájutni, akár így, akár úgy, hogy nem szereti, vagy a gyomra nem bírja, azoknak is kell. És ez a por azért érdemes, mert először is finom. Kóstoltam már olyan porokat, hogy fú. Meg lehet fulladni. Igen, de természetes ízesítése van, természetes gyümölcs ízesítése van, így, hogy a szájba beöntve iszom rá egy kis vizet, vagy teát, vagy kávét. Finom narancslé. Kifejezetten finom lesz, és zuborgatom a számba, öblögetem. Miért? Hú, ezt is régen mondtam, azért, mert a szájból könnyebben felszívódnak a ott lévő anyagok, és ebben az esetben nehogy azt csináljuk, mert tulajdonképpen sokan azt csinálják, belöntik a vízbe, de majd a pohár falán ott marad egy része annak az anyagnak. Igazán. Kár lenne kidobni. Most, hogy egy évvel megeszem 365-öt, az már legalább 10-15 adagot dobok ki vele. Tehát szájba öntöm, hozzáiszom valamit, zuborgatom egy kicsit, majd lenyelem. Finom is, egészséges is, állítom, hogy a legolcsóbb energia a szervezetnek, mert
mellette még ott van a szív- és érrendszernek a rehabilitációja. Nincs ember bizonyos kor fölött, akinek ne lennének ilyen gondjai. A betegség nem úgy történik, hogy ma jól vagyok, holnap meg ott van a baj, hanem úgy, hogy szépen fokozatosan. És ez egy marha nagy csapda, mert nincsen semmi bajom, hát semmi. De nem veszi észre, hogy tegnapról mára az a picike, az a picike, az a picike. Csak hogyha mondjuk összehasonlítanám a 5 évvel ezelőtt itt a maival, akkor azt mondanám, hogy hoppá, mégis történt valami. Hát igen, majd kimutatják a műszerek, hogy mennyire elhasználódott az érhálózat. Milyen tekintetben hasznos a szívnek és az érrendszernek? Hát olyan anyagokat tettek bele, hangsúlyozom, csak természetes anyagokat, amelyek a szív, az érfalak lerakódását fellazítja, és természetes módon segíti kilökni. Igen. Uh-huh. A másik, hogy szószoros értelemben táplálja ezt a területet. Nem tudom, hogy jó szó ez, hogy táplálja, mert karban tartja, ez a jó szó. A karban tartja, vitalizálja, segíti, hogy az érfalak rugalmassága meglegyen. Az izmok. Mennyit beszélünk mostanában a magnéziumról? Kifolyik a médiából? Hát ebben van annyi mennyiség, ami pontosan szükséges. Tudod miért? Mert tudomásom szerint Nobel-díjas kutató orvosok, akik praktizálás mellett megtanulták azt, hogy mire van szüksége a szervezetnek. Kérem szépen, nem úgy van ám ez a dolog, hogy egy valaki kijelent valamit, és akkor az úgy van. Hát sok egyetem foglalkozik azzal, hogy teszteli. Egész nagy mennyiségű embernek adnak mondjuk ezt, hogyha tesztelték, és adtak ugyanilyen port színben, de nem volt benne az, ami placebo. És mi a megoldás? Az, hogy összegyűjtik azokat a tanulmányokat, vagy tapasztalatokat, amik ezek az emberek elmondtak, utána megvizsgálják őket, és bizonyítódik az, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Kinek ajánlom? A kisgyerektől az aggasztjánig. Tudnék, nincs káros mellékhatás, nincs túladagolás, akkor miért ne lehetne? Szóval a mai világban egyre jobban megbecsülendő az, ami jó, mert ne költsünk olyanra, ami bizonytalan. És hát mi lenne a legfontosabb, mint az ereink, a szívünk, enélkül nem mozog a motor. És ez minden végigjárja az egész szervezetet. Tényleg, egy kicsit a végerekről, ha beszélnénk, hogy milyen fontos, hol vannak az úgynevezett végerek. Hát ugye, ha megnézzük az anatómiai testet, és ugye lapokra, Istenem, a... Fölszeleteljük, igen, idézőjelben. A tűzoltó 25-ben jártam gyakorolni, meg tanulni, tehát ott valóban lapra a holtat ugye föl hát kellett. Ebből tanulunk. Igen, hát ez furcsa erről beszélni, de hát ha nem látom... Eltesszük a beszélgetést 31-ére, jön a Halloween. Jó pofa vagy. De most tényleg ott aztán tényleg az ember megtanulja és látja azt, hogy milyen furcsa az ember belülről. Ne legyenek kíváncsiak rá. És te láttál ilyen csúnya ereket is? Meg hát ilyen elhasználódott, hát eltömeszölődött? Én nem vagyok orvos, és nem tudom. Is... Nem is, tehát sem gyakor... De nagyon sokat tanultál. Hát édesem, az ember, ha meggondolom, az egész életében tanul. És most nem a járásról beszélek, hanem azokról, az dolgokról, amiről... Hát ha akarok segíteni valakinek, már pedig akarok, akkor biztos tudásra kell, tapasztalatra, tudásra kell szert tenni, mert különben, és hogyha itt vagyok veletek 25-ből, akkor lehet, hogy mégiscsak maradt valami itt ebbe a kis... Ez így van, és lehet, hogy Tibor Freudi énje már tudja, hogy minimum 25 évig megy még ez a műsor. Reméljük, úgyhogy adja az Isten. Így legyen. Hát, kedves nézőink, a szív egészségéről, ereink jó állapotáról beszéltünk, ami bizony azzal jár, hogy meg kell adni neki, ahogy Tibor mondja, a minőségi hozzávalókat.
Igen. És hát emellett nem árt mozogni is. De ezt most már bátran megtehetik, mert ennek a mai adásunknak vége. Lehet menni, fölállni, mozogni. Kedves nézőink, Önök a Te a Glóriával című műsort látták. Ha erről a főadásról, ami mindig szerdán 20 órakor van, lemaradtak volna, akkor már csütörtök hajnalban ne bánja, ha nem tud aludni, nézze a teját 3:30-tól. De csütörtökön kora délután megebédelnek, utána leülnek és nézik a teját 13:30-tól. Vagy szombaton, mikor már túl voltak a kis kiránduláson, akkor 18:00-tól meg lehet nézni a teját. És ha még ez se lenne elég, akkor vasárnap reggel 8:00-kor, mielőtt kirándulni mennének, jót mozogni, megnézik a teját reggel 8:00-tól. Ezen kívül, ha további kérdéseik lennének, van egy weboldalunk www.teaglóriával.hu, van egy Facebook oldalunk sok-sok képpel, és van a műsornak egy állandó telefonszáma, amely így hangzik 0629-340-330. Ezt reggel 9-től este 9-ig lehet hívni, persze többször kell próbálkozni, hiszen az ember nem hordja mindig a kezében a telefonját, néha dolgozik is. De bármilyen kérdésre szívesen adok választ, adok információkat, és mi maradt hátra, mint az, hogy nagyon szép hetet kívánjak Önöknek, de még fontosabb, amit Tiborral kívánunk mindig. Éljenek egészségesen!